Na hát, mert itt vagyunk a kapunál, megyünk ugye Kölnbe. Tavaly Huzsi barátot ugye itt megbüntették egy jó 50 euróra, mert nem tudott kettőig számolni, és ott úgy látszik, hogy ez most sincs másképp. Ott áll Huzsi barát, reméljük, hogy most nem lesz bünti a végem. Bármennyire is örülnék neki, és bármennyire is tudnám még jobban piszkálni ezzel még további évekig. Megérkeztünk végre Kölnbe. Egy lájtos, hát nem is tudom, óra, másfél óra késéssel. Elfoglaltuk a hotelt, elfoglaltuk a szobákat, illetve hát túl vagyunk a pénteki negyed döntőkön, ami azért hozott egy picike meglepetést, sőt, talán nem is olyan picike meglepetést, mert az, hogy a Mouse elverte a G2-t, szerintem borítékolható volt, bár tény, hogy ettől egy picit nagyobb erőre számítottunk a G2-tól, 2-0-ázta őket a Mouse. Nézem, hogy a társadalán van-e még flash, van, az be kell dobni konyába és arra píkelni, ezt meg fogja tenni, nyertet, benne a második round is van, a harmadik Torzsinak. De azért az látható volt, hogy Torzsék most remek formában vannak, Snackszék pedig még mindig a gyakorlás és a csapat összetétel és a kvázi az összeállás időszakát próbálgatják. Szóval én azért meglepődtem volna, hogyha itt óriási G2 győzelem születik, nem is született. 2-0-val tovább ment a Mouse a legjobb négybe, ahol ugye majd a Navi várja őket, úgyhogy ott lesz egy jó kis magyar-magyar érdekelség, ugye Mouse-ban ott van Torzsi, Navi-ban pedig Flash segíti a srácok felkészülését, úgyhogy az mindenféleképpen egy nagy meccs lesz. Viszont ami tényleg meglepetés volt, a pénteki napon az a Szó és a Fíznek az összecsapása. Egyrészt tök jó volt látni, hogy a Szónak mennyi szurkolója van. Nem gondoltam volna, hogy egy kvázi ilyen meglepetésként ide érkező csapat ennyi embert megmozgat Kölnben, de ettől függetlenül ott voltak a szurkolóik, nagyon sokan voltak, nagyon hangosak voltak, nagyon lelkesek voltak. Valószínűleg részben ez is hozzájárult ahhoz, hogy a Szó megnyerje a Fizer elleni mérkőzést. 2-1-et tudtak összehozni a Kerigenék ellen. Ráadásul, hogy nem is akármilyen 2-1-et, mert tény, hogy voltak problémái a Fiznek. Volt egy-két olyan kör, amire igazából a legnagyobb fészorulók is csak foghatták a fejüket, de ami érdekesség, hogy ezekből talán Anubiszon volt a legtöbb, mégis azt a pályát nyerte meg a Fiz, Anubiszt. Viszont Infernón és Nyúkon a Szó gyakorlatilag egyértelmű győzelmet aratott, leginkább Infernón a 13-6-ra nyertek Kerigenék ellen, Nyúkon pedig bár hosszabbítás kellett, de ott is a meccs összképe az azt mutatta, hogy itt bizony a portugál srácok nem csak fejben, de a szerveren is most Kerigenék előtt járnak. Úgyhogy mindenféleképpen megérdemelt győzelem a Fíz ellen, ott van a Szó a top 4-ben. Vitality-val kell majd játszaniuk, ami azért egy jóval nagyobb falatnak tűnik, mint a Fíz. Igazi nagy meglepetés lenne, hogyha esetleg még a Vitality-t is elverik, és azzal bejutnának a döntőbe, de ezt majd meglátjuk. Holnap ismét megyünk ki az arénába, de ami még fontosabb, hogy még a meccsek előtt készítek egy-egy interjút Get Right-tal és Flommal, illetve ha minden jól megy, ezt nem tudom még pontosan melyik nap lesz, de akkor még Flash-it is elkapjuk a Navi oldaláról, ha nem is ma, de legkésőbb holnap, akár a döntő után mindenféleképpen találkozunk vele is, és megszólaltatjuk még őt is, ez mind a három interjút láthatjátok majd az Esport egy YouTube csatornáján. Úgyhogy holnap jönnek az elődöntők, először Vitality Szó, majd Navi Mouse, mindkettő izgi meccsnek ígérkezik, meglátjuk, hogy milyen eredményeket hoz. Az biztos, hogy így vagy úgy, de lesz magyar érdekeltség a döntőben, akár a Navi jut tovább, akár a Mouse, úgyhogy ennek mindenféleképpen örülünk.
Mondom, megnézzük az ISL shopot. Kitti, aki vendégként jött ide, az az ötletet álmod, hogy 400 000-es kabátokat akart az ingójába tenni és haza gyakorlatilag csempészni. Ja, végül is ez igaz? Egyébként a szombati első meccs előtt vagyunk, áll a sor mindenhol. A mocskos sokan vannak, vagy a felvezető műsor is ugye, hát meglepetésre szó Vitality lesz. Az új mörcsök is, korábbi mörcsökből is van egy-kettő. És itt van a csempészet tárgya. Ami nem a bábú, hanem a kabát. De egyébként menő néz ki, az biztos. Ára is van hozzá, de hát majd meglátjuk. Itt vannak az ISR-es cuccok és csirkével. Champions cuccok persze, itt vannak az új mörcsök. Csépóló, popdogos póló. Úgyhogy aki nagy mörcsrajongó, és költeni is hajlandó érte, az itt nyilván megtalálja, amit akar. Ó, még úgy láttam, Fallen Gear is van egy pici. Tatyók, ISZ-táska. Az ISZ-táska az mocskos jó, rajtam is az van. Mai napig, vagy 3 éve használom, hibátlan. És gyakorlatilag mindent kibír. Szerintem atom támadás után is megmaradnának a földön az ISZ-táskák. Hát nem a legvidámabb hangulatban jelentkezek most be nektek, különből itt a szombati napról. Egyrészt nagyon-nagyon elfáradtunk, rengeteg minden volt, mert rengeteg mindent forgattunk, de szerintem végtelenül király lett a GTR-es és a Flomos interjú is. Ezeket, amikor ez a videó kimegy, szerintem már láthatjátok az Esport egy YouTube csatornán, úgyhogy aki még nem látta, annak hajrá. Nagyon kedvesek, nagyon aranyosak, nagyon nyitottak voltak egyébként a srácok, úgyhogy szerintem királyinterjúk készültek. Utána pedig hát mindenfajta egyéb titkos dolgunk mellett nyilván megnéztük a Vitality és a Szó, valamint a Navi és a Maug összecsapását. Hát egyrészt a Szónak a varázslatos útja az eddig tartott, ahogy arra számítani lehetett, azért a Vitality jóval nagyobb falat, mint a tegnapi fész, úgyhogy nem is sikerült különösebben nagy ellenállást tanúsítani Apex-ék ellen. Mondjuk valaki a 10-11-es 14. kört eléri, és hát most lassabb is amúgy a kör, ezt mindkét csapat érzi, hogy itt nagy... hogy a tét meg a nyomás! Sphinx neked! 6 meg 5 kört hoztak a portugálok 2-2 vagy 1-1 pályán, igazából könnyedén magabiztosan ment tovább a Vitality a döntőbe, és hát a döntős ellenfele pedig a Navi lesz, akik elverték a Most, szintén 2-0-ra, de azért az egy jóval kiélezettebb meccs volt, mint amit ez a 2-0 így hirtelen mutat. Inferno ráadásul csak hosszabbításban dőlt el, és Mirázson is azért megvoltak az esélyei a Mouse-nak. Talán Jimp hát hiányzott a leginkább a Mouse oldaláról. Az ő hozzátett játéka még talán erősebbé tette volna ezt a csapatot is. És hogyha nem is verik meg a Navid, de mondjuk egy kiélezett 2-1-es 3 pályás meccset láthattunk volna. Így viszont a Navi azt köszönte szépen.
hibátlanul megoldotta a házi feladat, tökéletesen felkészültek a Mouse-ra. Voltak apró cseprő hibák, talán Wonderful volt az, aki nehézkesen játszott az egész meccsen, és aki hiányzott egy picit a szerverről, de ez most még ma a Mouse ellen nem volt végzetes hiba. Aztán majd ezt meglátjuk, hogy ez miképp ütközik ki holnap a Vitality ellen, mert ez egy kegyetlen döntő lesz a 100%, és hát ott főleg Wonderfulnak, főleg Zywo ellen azért fel kell majd venni a kesztyűt, hogyha bármit is szeretnének kezdeni a franciákkal. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz majd az a döntő. Az biztos, hogy a hangulat az valami felgeteges, az parádés. A Vitality-nek és a Navi-nak is őrületes ultra szurkolói vannak kint, úgyhogy a hangulatra biztos, hogy nem lehet majd panasz. Szerintem a meccsképre sem lehet majd panasz, hiszen két őrületes és profi csapat játszik majd. És még egy picit holnapi spoiler, ugyanis a döntő előtt van egy kis kvázi szabad foglalkozásunk. Én a döntő előtt még el fogok menni Köln külvárosában, van egy Mihály Schumacheres kvázi privát múzeum per gyűjtemény, ahol egy óriási része a múzeumnak gyakorlatilag Schumachert vagy Schumacher korszakait mutatja be, valós tárgyakkal, replikákkal, előadással, stb. Meg van egy picike kis egyéb luxus autókiállítás is ott a helyszínen, úgyhogy én azt még mindenféleképpen megnézem, és ezt is láthatjátok majd. Picike kis off-topic, de azért remélem, hogy vannak itt őrületes Forma 1, illetve autósport rajongók is. Na hát jöjjön akkor egy kis AFK. Magunk mögött hagytuk a csét. Remélem azért, hogy itt a csések között is van jó pár autósport, meg sportrajongó, meg autórajongó. Egyedül vagyok, de kijöttem ide hát gyakorlatilag a város szélére. Egy ilyen nagyon kis, modern és szép kertváros, meg régi reptérnek a területe van itt. És itt van egy elég szuper kis privát kollekció különböző autókból, egészen régi retro darabokból, egészen új csúcsmodern és nagyon luxus kocsikig, illetve itt van egy privát Mihály Schumacher collection. Ugye ezt fogjuk most gyorsan megnézni, meg körbejárni. Nem árulok el nagy titkot, nem vagyok egy Vágy István, úgyhogy nem fogok mindenről beszélni nektek és órákat zengeni, bármennyire is szeretném, hogy akkora tudással rendelkezzek itt az autósport terén, mint ő. Úgyhogy szerintem csak megmutatom nektek a helyet, körbe megyünk, kis munkával kaptak egy kis ízelítőt, és ami a legfontosabb, az a hely tök ingyenes, egy darab centet, eurót, forintot, semmit nem kell elkölteni, aki ide bejön, vagy aki ide kijön, az teljesen ingyenesen körbe látogathatja az egészet. Úgyhogy menjünk, nézzük meg, hogy milyen. Hát ami nem maradhat el idén sem,
bár most még a döntő előtt vagyunk. Tavaly a döntő után sikerült a hotelszobában nyitnom egy kést, nem volt egy túlértékes darab, egy safarimes nomádot nyitottam, körülbelül 200-250 euró volt akkoriban. Most ezt megpróbáljuk újra. Most a döntő előtt vagyunk, hát ha most is dob valami fantasztikusat a játék. Azért az utóbbi hetek, hónapok szerencséjét látva nem sok mindenben bizakorok, de hát ha ez a kölni helyszín is tényleg a profi kantőrszánk meghozza a szerencsét, úgyhogy nézzük. Már a White Reality Navi döntője után vagyunk, amit 3-1-re tudott megnyerni a White Reality. Sőt, én már azután vagyok, hogy beszélgettünk egy jót Flashivel. A döntő után itt maradtunk még az arénában is. Amennyire csak tudtuk, kifaggattuk őt így a csapatról, a mostani eredményről, a jövőbeli tervekről, illetve a saját munkájáról is. Tényleg olyan sokáig maradtunk az arénában, hogy a végén már akik takarítottak, illetve nyilván rögtön elkezdték a bontást és a pakolást, azok szóltak, hogy hát srácok, menni kéne lassan ki. Úgyhogy a felszólítás vetett véget az interjúnak. De ezt is láthatjátok külön videóban az Esport egy YouTube csatornáján. És hát igazából olyan nagyon-nagyon sokat nem is szeretnék mesélni a döntőről, mert megteszi majd ott helyettem Flashy, és hát az ő első kézből származó élményei mégiscsak sokkal izgalmasabbak. Annyit azért elárulok, hogy ő sem volt feltétlenül elégedett az eredménnyel, és ő is azt mondta, hogy volt jó pár olyan pillanat, főleg itt a hosszabbításokban, ugye Nyúkon és Mirázson, amikor a Navi igazán átvette volna a gyeplőt, és akár le is zárhatta volna azt a pályát, és akkor egy ki tudja, mennyivel másabb döntőt látunk. De hát a háknak, azoknak az esportban sincs helye. Úgyhogy 3-1 Vitality győzelemmel zárult a 2024-es AIM Köln C2 versenye, és hát valami egészen elképesztő volt. A tavalyi sem volt egyébként rossz, sőt, hát a tavalyi hangulat is fenomenális volt, de amit idén letett az asztalra az ISL, az mégiscsak több és jobb volt, mint a tavalyi. Amennyire már itt olvasgattam egy-két online bejegyzést a napokban, meg amennyire mondjuk találkoztunk a napokban Anomalival, és kikérdeztem, hogy mi a véleményedik az eventről, mindannyian azt mondták, hogy fergeteges az event, és hogy egyébként még rá is ver az esemény egy jó nagyot a tavaszi majorre, úgyhogy attól függetlenül, hogy ez az AIM Köln most nem egy major volt, de ott volt az év legjobb eventjei között, sőt, talán a legjobb eventje címet is kihívhatja majd magának, de hát még itt van az év második fele.
amire úgy tűnik, hogy most Vitality dominanciával fordulunk. És akkor szépen lassan egyébként egy rövid alvás után, de mi meg fogunk indulni hazafele. Ha minden igaz, akkor egyébként egyenlőre késésmentes és nyugodtunk lesz, sőt, ha minden igaz, akkor még Torzsék is ugyanazzal a géppel mennek haza, mint mi. Úgyhogy még talán velük is összefutunk majd, illetve tényleg nagyon bízunk benne, hogy nem lesznek késések hazafelé. Remek meccseket láttunk, tök király interjúkat készítettünk szerintem, remélem, hogy Huzsi és Kittina is nagyon élvezték, főleg Kittina, akinek ugye ez volt az első Counter-Strike eventje egy élőben. Úgyhogy nagyon örülök, hogy idén is kijutottunk költbe, remélem, hogy jövőre is lesz erre lehetőségünk. Az biztos, hogy ha megyünk, akkor azt láthatjátok majd az eSport egy különböző felületein. Kövessetek be minket YouTube-on, TikTokon, Twitch-en, kövessétek nyilván az eSport egy pontot, olvassatok minél több híreket, ne maradjatok le sem a Cséről, sem más játék híreiről, és hát találkozunk legközelebb. Sziasztok! Legenda bennünk él. Az új különleges puskás sorsjegyeket keresd a lottózókban.